két napon keresztül tartott a fürdőfesztivál a Hagymatikumban. Ennek elmaradhatatlan kelléke a főzőverseny is, amely minden évben nagyon népszerű. Ezúttal összesen 9 csapat nevezett, akik már délelőtt nekiálltak az ételek elkészítésének, majd a zsűri elé tárták őket. Nagyon figyeljük az ízek, az ízharmóniák, hogy melyik ételnek, akár egy birkapörkölt, vagy egy sültnél is. Itt van olyan is, például, ami elnyomja, abban olyan fűszer is, mondok egy egyszerű fűszert, például a kakukkfű, elnyomja az ételnek a jellegét, tehát jobban, intenzívebben kiérződik a kakukkfű. Tehát vannak ilyen kis apró, kis pici buktatók benne, de nézzük a tálalást, hogy van mögfőzve, arányosan vannak-e kockázva a húsok, meg hogy például túl zsíros-e. Az új részleg átadása láthatóan még népszerűbbé tette a fürdőt a külföldi és a hazai vendégek körében is. A Lénárd család például Bükszentkeresztről látogatott el a városba, rokonokhoz jöttek, ezt kötötték össze a kikapcsolódással. Hallottuk, hogy a Hagymatikumban lesz egy ilyen főzőverseny, a párommal nagyon szeretünk főzni, szakácsok vagyunk mind a ketten, úgyhogy beneveztünk. Nem voltunk még Hagymatikumban, nem néztünk még szét, de látjuk, hogy nagyon szép a környék, úgyhogy valószínűleg többször vissza fogunk járni majd. A főzőverseny csapatai közül végül a Tökös Ötösnek sikerült megszereznie az első helyet. Ők is rendszeresen főznek közösen. Mint megtudtuk tőlük, az utóbbi években kicsit átalakultak a tagok, az eredményességen azonban ez sem változtatott. Megmondom őszintén, a jó eredményre számítottunk, mert tudtuk, hogy mit csinálunk, mit rakunk bele. Ugye elmondtam, hogy ez a kis jószág 4 éve készült erre a napra, viszont azért sok nevező volt, és sok különféle étel. A fürdőfesztiválon napközben egymást érték az izgalmas programok, olyanok is, amelyeket nem sűrűn látni a strandokon. A vendégek legnagyobb meglepetésére például sajmászok is érkeztek, így ragadozó madarakkal is lehetett egy kicsit barátkozni. Repítettünk, beszélgettünk az érdeklődőkkel, és volt simogatási és fotóztatási, vagy kézrevételi lehetőség. De egyébként a fő szempont, amiért mi itt vagyunk, az a galambriasztás, a galambokat tartjuk távol a medencéktől, hogy ne legyenek itt a medencék körül. A hétvégén többek között a strandolásra kiválóan alkalmas időnek is köszönhetően nagyon sok vendég fordult meg a Hagymatikum gyógyfürdőben. Összességében több mint 5000 látogató volt.